fussunk már neki akkor harmadjánál is ennek a rendkívüli parlamenti ülésnek, hogy akkor, ha jól értem a szavait, akkor önök ezt kampánynak érzik, ezért nem támogatják a rendkívüli parlamenti ülést? Ezt nem értettem a kolléginának, hogy hogy válaszolt. Nem értettem pontosan. Ugyanazt tudom mondani, mint a kolléganőjének. Tehát, hogy nem támogatják, jól értem? Van még kérdés, vagy válaszolhatok rá? Lesz még. Jó, csak akkor parancsoljon. A következő kérdésem pedig az, hogy a Fidesznek mi az álláspontja konkrétan Oroszország hétvégi akciójáról. Mire? Oroszország hétvégi akciójáról, tehát területszerzésnek tekintik, segítségnyújtásnak tekintik, anyagtálásnak tekintik, tehát mi az álláspontjuk? Köszönöm szépen. Az első kérdésre, hogy ön fogalmazott, fussunk neki harmadszor is, hát fussunk neki, annyit tudok önnek válaszolni. Az országgyűlés összehívását firtató kérdésére, hogy a parlament szakbizottságai a szerdai kormányülés után minden tájékoztatást meg fognak kapni, ugyanúgy, ahogy eddig is megkaptak, és mi nem leszünk abban partnerek, hogy ez a konfliktus, ez kampány téma legyen. Ezt tudom válaszolni az első. Kérdésére. Bocsánat, de egy parlamenti ülés az kampány témává teszi ezt az ügyet? Nézze, én azt gondolom, hogy ami történik most, ami a sajtótájékoztatón is történt, az legkevésbé sem tartoz, vagy azt gondolom egyébként, hogy az ukrán népnek, illetve az ukrán nemzetnek a legkevésbé van szüksége, mondjuk Szanyi Tibornak, illetve a Gyurcsány koalíció által kijelentésekre. Ez egy olyan ügy, amely nagyobb felelősséget jelent, tehát nem lehet játékszerré tenni, egy kampány játékszerévé tenni ezt az ügyet. Még egyszer mondom, a parlament szakbizottságai minden tájékoztatást meg fognak kapni ezzel kapcsolatban. A második... Jól értem a szavait? Nem tudom, hogy lesz-e rendkívüli ülés.